Az előző videósorozatokban létrehoztuk első adatbázisainkat, sőt ezeket az adatbázisokat már meg is tisztítottuk az esetleges hibás adatoktól vagy outlierektől, ezáltal létrehoztuk az első master adatbázisainkat, amelyek már tényleg készen állnak arra, hogy statisztikai elemzéseket végezzünk rajta. Ez a mostani videó mégsem az első statisztikai próbát fogja ismertetni, mert van még egy utolsó lépés, amit meg kell tanulnunk, mielőtt a statisztikai próbákhoz neki kezdhetnénk. Ez pedig az, hogy a különböző próbáknak feltételei vannak, és ez a videósorozat azt fogja átnézni, hogy milyen feltételek fordulnak elő gyakran, és ezeket a feltételeket hogyan lehet ellenőrizni. Vegyünk egy nagyon egyszerű próbát, mondjuk a független mintás t-próbát. Ennek feltételé a független kitöltők, a független két minta, a skálamérési szintű függőváltozó, normalitás, szórás, homogenitás. Megyük mondjuk a Pearson korrelációt, szintén igen gyakran használjuk, Feltételei a független kitöltők, a két skálamérési szintű változó, aloszlás, homoskedaszticitás és linealitás. Vegyünk mondjuk egy kevert szempontos anovát, ennek már jóval több feltétele van, a független kitöltők, a független szempont mentén nominális, esetleg ordinális mérési szintű változó, mely független mintákat különít el egymástól, illetve szórás homogenitás. A függő változóban a skála mérési szint és a normál eloszlás. Az összefüggő szempont mentén a szfericitás, valamint a kovariancia mátrixok homogenitása is feltétele még. Most vegyünk mondjuk egy lineális regressziót, ennek rengeteg feltétele van, mondjuk a független kitöltők, a kimeneti változó skálamérési szintű legyen a prediktor prediktorváltozók, vagy skálamérési szintűek lehetnek, vagy pedig e, dihotómak. Ne legyen olyan változó, melynek nincsen varianciája, és ne legyen olyan modellt befolyásoló változó sem, a modellben nem emeltünk be ne legyen kollinearitás, és ne legyen multikollinearitás. Legyen homoskedasticitás, linealitás. A hibák legyenek függetlenek, és a reziduális hiba kevesen normál eloszlást. Emellett vannak minimum követelmények az elemszámra, illetve van iránymutatás az egy és több dimenziós outlierek kezelésére. Na ezzel a felsorolással most nem megijeszteni akartalak titeket, ez rengeteg-rengeteg feltétel. Minden egyes statisztikai próbát azzal fogunk kezdeni, az elmélet megismerése után, hogy ellenőrizzük ezeket a feltételeket, megtanuljuk azt, hogy mikor szabad egy tépróbát használni, mikor szabad, milyen feltételek teljesülése esetén szabad egy kevert mintása novát használni. Viszont ahogy hallgattátok ezeket a feltételeket, talán feltűnt az, hogy van néhány feltétel, ami gyakran előfordult, amit többször említettem. Ilyen mondjuk a függetlenség feltétele. Ilyen a skála mérési szint feltétele, vagy alapvetően valamilyen mérési szint feltétele. Ilyen a normalitás, ilyen a szórás homogenitás, vagy annak gyakorlatilag egy alternatívája a homoszkedasticitás. Ezek mind nagyon sokszor fordultak elő, és ezt a négy feltételt, a függetlenséget, a skálamérési szintet, a normalitást és a szórás homogenitást fogjuk a parametrikusság négy feltételének nevezni, mert hogy azoknál a próbáknál, melyek a parametrikus próbák lesznek, ez a feltételez mindig elő fog fordulni. És ebben a videósorozatban ezt a négy feltételnek az ellenőrzését fogjuk majd megnézni. Emellett fogunk még egy kiegészítő feltételről beszélni, mely ugyan nem tartozik klasszikusan a parametrikusság négy feltétele közé, de nagyon gyakran előfordul különböző parametrikus próbák feltételei között, ez pedig a linealitás. Tehát gyakorlatilag ez a videósorozat, ez a rengeteg fajta feltétel közül, amik különböző próbák, tartozhatnak, öttel fog foglalkozni, függetlenséggel, skálamérési szinttel, normalitással, szórásomogenitással homogenitással és linealitással.